viszontlátás. Ezzel megkérdeztem, rögtön, ami történt? Csak hadd jöjjek ki. Az történt, ami... persze valahol várható volt, bár mélységesen felháborít. Az, hogy miután kijöttek ugye a közvélemény kutatási adatok éppen a minap, hogy a budapestieknek mintegy 80%-a ellenzi ezt az egész Városliget beruházást, ellenzi azt, hogy ekkora múzeumok épüljenek ide. Ehelyett a hatalom, a kormány, a Városliget ZRT nem tárgyalni próbál, nem módosítani a terveket, nem átgondolni, hanem ide küldi a tényleg 200-250, nem tudom pontosan hány rendőr. És egészen egyszerűen erővel kiviszi innen azokat az aktivistákat, akik több mint 3 hónapja mondják azt, hogy függesszék fel a projektet, tartsanak például egy budapesti népszavazást. Nyilván ők nem is vállalják azt magukra, mi nem azt mondjuk, hogy mi képviselünk, mi tudjuk, hogy minden budapesti mit gondol, hanem azt mondjuk, hogy kérdezzék meg legalább az embereket. Tehát ez a demokrácia megcsúfolása, ami itt zajlik. Ez egy közpark, erre szüksége van a budapestieknek. Rengetegen járnak ide feltöltődni, pihenni. Nem akarnak ide hatalmas épületeket, nem akarják, hogy veszélybe sodorják a fákat, a mélygarázsaikkal, az épületeikkel. Nem hozzák nyilvánosságra a terveket, össze-vissza ködösítenek a zöld felület növeléséről, amíg minden, ami nyilvánosságra került információból, az látszik, hogy nem nőni fog a zöld felület, hanem csökkenni, és ki fognak vágni fákat, és fák el is fognak pusztulni az építkezés miatt. És ezt most már lassan minden budapesti látja, a több száz millió forintos propaganda ellenére, és mégis ez történik, ez, amit látnak. Úgyhogy röviden ez történik. Mi volt az előzménye annak, hogy karonfogva vezették ki? Bementünk a területre, és nyilvánvalóan nem akartunk kijönni, hiszen nem ismerjük el jogszerűnek ezt az egész birtokvédelmi eljárást. Ez egy teljesen jogszerűtlen dolog, és ráadásul mondom, megcsúfolása a 21. században a demokráciának. Szerintem egészen egyszerűen nonsens, hogy a fákért és a zöld felületekért így kell küzdeni. Az lenne a természetes, hogy ezeket megvédjük, nem? Építsék fel a múzeumokat máshova. Nem tudom, hogy ezt miért nem lehet megérteni. Milyen következményekkel kell számolni? Hát ránk nézve nyilván egy szabálysértési eljárás indul, de ennél sokkal-sokkal súlyosabb a múzeumok felépítése. Tehát ez nyilván ez most itt csak egy eszköz, nem az a lényeg, hogy kivezetnek vagy nem, hanem az a lényeg, hogy fel akarják építeni ezeket az épületeket, amit a városlakók nem akarnak. Egyszerűen le akarják nyomni a torkukon, mert ezeken a nagy beruházásokon nyilván rengeteg pénzt el lehet lopni, de könyörgöm, máshova is fel lehetne építeni ezeket az épületeket. Legalább ennyi lenne, legalább ebben hallgatnának azokra, akik itt laknak és akik használják a Városligetet.